Jó napot kívánok! Keveházi Katalin vagyok, és a Jólét Alapítványt vezetem. Néhány mondatot mondanék magunkról. 2002-től kifejezetten a kisgyerekes nők munkába való visszasegítésével foglalkozunk, és most arra a pontra jutottunk, hogy országos tanácsadóhálózatot építünk civil szervezetek bevonásával, amit Nóra Hálónak neveztünk el, mert hogy van egy nem specifikus jellege ennek a problémakörnek, ami a munkaerőpiaccal összefügg, és én erre a problémakörre szeretnék az előadásomban fókuszálni, hogyha a tematikát, a címet szeretném értelmezni, itt felmerül egy olyan a szempont, ami a női létből, női szerepből adódó áldozattá válás, ami szintén speciális helyzeteket eredményez, akár a munkaerőpiaci diszkriminációról beszélünk, akár a munkahelyi zaklatásról, akár a családon belüli erőszak kérdésköréről, ami hát az életünk nem feltétlen csak munkából áll, hanem nagyon sok minden egyéb területet is érint, hogyha valaki kedvezőtlen munkaerőpiaci pozícióban van, a gazdasági függetlensége, a megélhetése veszélybe kerül, és ez a kör, ez a célcsoport, a kisgyermekes nők, akik nagyon hosszú ideig esetleg saját jogú jövedelemmel nem rendelkeznek, gazdasági kiszolgáltatottságban alulértékelve önmagukat, nagyon sokan válnak áldozattá magánéleti értelemben. Verbális erőszak, gazdasági erőszak és fizikai bántalmazás erőszakává is, úgyhogy hogyha itt a szociális szféra munkatársaival tudunk erről beszélni, akkor azt gondolom, hogy ez sem lehet ezt a kérdéskört megkerülni, mert hiszen a munkába való visszatérésnek is nagyon-nagyon komoly akadálya az, hogy ki milyen mentális állapotban van, és hogyha az ő problémáit nem tudjuk teljes mértékben látni, teljes mértékben feltérképezni, és nem tudunk támogatást nyújtani, akkor az ő hátrányos helyzete folyamatosan újra fog termelődni, mert nem fog mindig belekerül ebbe az áldozati szerepkörbe, hogyha nem fogjuk tudni őt ebből kihozni. Úgyhogy ez egy nagyon komplex segítői tevékenységet igényel ez a nemek közti különbségek, a nemi szerepek közötti különbségekből adódó női, speciális női hátrányok. Csinálom? Nem. Okay. Hoztam egy mondatot, ami arról szól, hogy tapasztaljuk, hogy nem csak segítségre, ezt még nem tudom kívülről, tapasztaljuk, hogy nem csak segítségre szoruló munkát kereső asszonytársaink fordulnak hozzánk bizalommal, de kedvezőbb gazdasági helyzetben élő asszonyok is készséggel ajánlják fel segítségüket, hogyan buzgón vesznek részt munkánkban, és válvetve fáradoznak azon, hogy munkaközvetítésünk sikerrel járjon. Munkaközvetítőnk súlyos nehézségeket hárított el a munkába induló útjából, és ahol fáradozásunk sikerének elháríthatatlan akadályok állották útját, újból felvették a harcot az első kísérletnél fennakadtak boldogulásáért. A stílusból lehet következtetni, hogy ez mikor is szöveg, de nagy örömmel várnám a tippeket, hogy mikor született ez az írás. Egyébként tökéletesen lefedi azt, amivel nap mint nap foglalkozunk, hozzánk fordulnak nők, és hozzánk fordulnak olyan nők, akik asszonytársaiknak szeretnének segítséget nyújtani. Van esetleg tipp? Két világháború között? Század előtt? Múlt század. Remélem működik, aminek működnie kell. Igen. Aha. 1914 nőcímű folyóirat. Nem sok változott 100 évvel ezelőtti történet. Az alapítvány úgy jött létre, hogy munkaerőpiacon anyává válásuk miatt diszkriminált nők hozták létre. Ahogy a munkaügyi kirendeltség munkatársától is hallottuk, ahányszor gyesre ment, annyiszor küzdött meg ezzel a problémakörrel. Valójában az a ritka, hogyha valakinek problémamentes a visszatérésre a gyermekvállalást követően, hogyha ez valamilyen csoda folytán bekövetkezik, a második és vagy a harmadik gyerek
után biztos, hogy problémába fog ütközni, és nem csak a visszatérés során, hanem egyáltalán a munkahelyen is a munka és a magánélet összeegyeztetésére kérdése nagyon sok problémát vet fel. Úgyhogy ezért azt gondoljuk, hogy minden irányból segítséget kell nyújtani, és sok feladata van ebben nem csak a segítőknek, az egyéneknek, de bizony a munkáltatóknak is, és a döntéshozóknak is, akik a gazdasági élet folyamatait befolyásolják, a munkaerőpiacra hatással vannak, hogy a nők foglalkoztatási helyzetén javítani tudjanak, és ebben nagyon fontos, hogy tudatosak legyenek, részletes adatok álljanak rendelkezésre arról, hogy a munkaerőpiacon az egyes életkori csoportokban, az egyes foglalkoztatási körzetekben akár milyen nemi különbségek vannak képzettség szintjén. Fontos, hogy lássuk ezeket az adatokat, mert nem nagyon tudunk reálisan érvelni adatok hiány. Az anyabarát foglalkoztatási gyakorlatok nagyon, nagyon különbözőek szektoronként, képzettségekként, az egyáltalán nők munkába való visszatérési esélyei, lehetőségei nagyban befolyásolja azt, hogy hol élnek, milyen képzettségen, milyen motivációval rendelkeznek. Itt ugye Budapestől pont a regionális is különbségekről beszéltünk, ami hát itt is elég komoly nemek közti különbségek vannak, hogyha a családban mondjuk egy autó van, akkor ki fogja azt az autót használni, feltételezhetően nem a kisgyermekes nő, hogyha be kell járni Budapestre, akkor ő hogy fog odaérni az óvodába, bölcsödébe, iskolába. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a nők és férfiak eltérő élethelyzetéről, életkörülményeiről beszéljünk, ezeket jól elkülönítsük, és olyan megoldásokat javasoljunk, amik ezekre az élethelyzet eltérésekre adekvát válaszokat tudnak adni. Mi a munkáltatók irányában indultunk el szintén, de egyébként természetesen folyamatos tanácsadást nyújtunk kisgyerekes nők számára projektektől függetlenül, tehát függetlenül, hogy van éppen erre lehetőséget adó pályázati forrásunk, vagy nem, ingyenes tanácsadással állunk hetente egy alkalommal a kisgyerekes nők rendelkezésére Budapesten, illetve álláskeresési tréningeket nyújtunk folyamatosan, illetve néhány alkalommal, és most újraindítunk nők pénz jól lét címmel pénzügyi autonómiára, pénzügyi tudatosságra nevelő, szocializáló, ösztönző, fejlesztő képzéseket, amik szintén nagyon fontosak, mert nagyon sokan valóban anyagilag is kiszolgáltatott helyzetben vannak, és a pénz feletti rendelkezés tudományát folyamatosan fejleszteni kell, ahogy itt látjuk, hogy hány család került, akár csak a devizahitelek példáját említve, elég nehéz helyzetben egy picivel nagyobb pénzügyi tudatossággal előrébb lehetnénk ezen a téren is. Amit a munkáltatók irányában végzünk szolgáltatásokat, abból indultunk ki, eleinte teljesen önkéntes munkával, lelkesedéssel induló civil szervezetként részmunkaidős állásközvetítéssel kezdtünk el foglalkozni. Ez ugyanúgy probléma mind a mai napig, hogy nagyon kevés a magánélete megfelelően összeegyeztethető állás, és az egyénre szabottan, személyre szabott segítség alapján, ugyanígy pályaorientációból kiindulva, a motivációt támogatva segítettünk egyéneknek abban, hogy megtalálják a nekik megfelelő részmunkaidős állásokat. Na hát ez az álom, ne további a kategória, nem nagyon vannak mind a mai napig részmunkaidős állások. Majd beszélek róla, hogy mit is értünk valójában részmunkaidő alatt. Önmagában a magánélettel, a normális életvitellel összeegyeztethető munka lehetőségekről beszélünk. Nem tólig, reggel 8-tól este 8-ig tartó állásokkal, főleg innen Budapestre bejárván el tudom képzelni, hogy milyen lehetetlen életvitel kialakítását kényszeríti ki azokból, akik ezt csinálják, nőkből és férfiakból is bizonyára, hogy ez gyerekek mellett mennyire végezhető, vagy nem, ebben nem
azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű, hogy hosszú távon ez egy lehetetlen életvitel lenne. Most ebből kiindulva kezdtünk el azzal foglalkozni, hogy oké, nincsenek részmunkaidős állások, akkor mit lehet csinálni. Azóta persze vannak már részmunkaidős állások, de a kereskedelemben, alulképzett munkakörökben, pénztárosként, takarítóként vannak olyan részmunkaidős munkakörök, amik persze sok esetben megint nem összeegyeztethetők a családi élettel, mert kényszer részmunkaidőről beszélünk, ott, ahol a munkahely nincs tekintettel arra, hogy milyen műszakbeosztással hívja be a munkatársait, tehát ezek sem feltétlenül jelentenek megoldást arra, hogy a munkát és a magánéletet jól össze lehessen egyeztetni, nem beszélve arról, hogy milyen alacsonyan fizetett munkakörökről beszélünk, milyen magas a munkába járás költsége arányosan, tehát sokan kiszolgáltatottságból természetesen vállalják ezeket a munkaköröket is. Nagy szomorúságomra nagyon képzett nők is esetleg beülnek a Tesco-ba pénztárosnak, mert olyan a munkaidőbeosztás, hogy kénytelenek, vagy nem találnak másmilyen állást, de ez nem az a részmunkaidő, amiről mi beszélni szeretnénk, vagy anyabarát munkának tudnánk ezt tekinteni. Azt gondoljuk, hogy mivel az egyetemeken már nagyjából legalábbis fele-fele a nők és férfiak aránya, nők nem hülyébbek, mint a férfiak, ennek ellenére az élet minden területén bizonyos szempontból hátrányba kerülnek, akár úgy is, hogy vezetői pozíciókig nem jutnak el, akár úgy is, hogy a fizetésük az életcikluson keresztül alacsonyabb, és ennek következtében végig az nyugdíjban is alacsonyabb a nyugdíjuk is. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a nők tehetségére számítani kell a munkavilágában, ezt magukra valamit adó cégek fel is ismerik, roppant odaadó munkavállalók vannak itt is, úgy gondolom, hogy elég jó a nemi arány ebből a szempontból. Tudunk sokat dolgozni, nagyon jól dolgozunk, és sokan ezt fel is ismerik. Mikor vannak a látható problémák valóban az anyasággal összefüggésben a nők munkahelyi szerepvállalását illetően, de valójában, ahogy utaltam rá korábban, valójában a teljes életcikluson keresztül hátrányban tudnak lenni a nők, és hogyha mondjuk a munkaügyi központok statisztikáit megnézzük, az, hogy mennyi idő alatt tudnak újra elhelyezkedni nők és férfiak, ez azért eléggé változatos. Férfiak valószínűleg könnyebben és gyorsabban tudnak mind a mai napig elhelyezkedni, bár a nők most képzettebbek, és sok mindent bevállalnak a családok érdekében, és ugye mennyi egyedülálló anya van, aki aztán nagyon sok mindent megtesz annak érdekében, hogy azonnal dolgozom, meg gondoskodni kell a gyerkőcökről. De nagyon fontosak az adatok, az árnyalatok ebben. Nos, a nőket pusztán az anyával válás általi fenyegetettség is már diszkriminálja. Már pályakezdőként is nagyon nagy különbségek vannak a nők és férfiak munkaerőpiaci esélyei között, hogyha lányból és fiúból kell választani a munkaadónak, hogyha nincsen különbség, akkor legfeljebb az dönt, hogy a lány kevesebbért is elvállalja, de alapvetően a fiút szeretné inkább fölvenni, mert nem fog szülni. Nos, mi ez a kérdéskörrel onnantól foglalkozunk, hogy mit tehet egy munkáltató annak érdekében, hogy már biztonságban tudja saját magát, meg biztonságban tudja a saját munkavállalóját a várandóság pillanatától, egészen odáig, hogy az esélyegyelőségét tudja biztosítani, meg tudja tartani a tehetséges, jól teljesítő munkavállalót a munkahelyen. Tehát a teljes női életciklusa most már, ahogy elkezdtünk a kisgyerekes nők visszatérésével foglalkozni kizárólag, az elmúlt évek kutatásai, szakmai programjai alapján kiszélesítettük a tevékenységünket, és valójában a teljes életcikluson keresztül foglalkozunk a nőkkel, és vállalati programjaink vannak. Többnyire olyan munkáltatóknál tudunk érdemi beavatkozást elérni, ahol ez a szemlélet, hogy a tehetséggondozás, a tehetségmegőrzés az fontos,
és a nemek közti esélyegyenlőség megteremtése fontos. Ezek többnyire amerikai cégek, vagy skandináv cégek, akikkel tudunk ebben eredményesen dolgozni, de természetesen KKV-körrel is, részterületeken nagyon jól tudunk együtt dolgozni, családi programokat szervezünk, munkáltatói esélyegyenlőségi napokat mondjuk a MOL-nál, ahol az esélyegyenlőségre játékos úton hívjuk fel a munkáltatók figyelmét, hogy mi által hogyan lehet erre érzékenyebbé válni. Alapvetően szemléleti kérdésről van szó, meggyőződésünk, tehát azt szokták mondani, hogy minden fejben dől el. Én azt gondolom, hogy kell először egy elhatározás annak érdekében, hogy biztosan így van önkormányzati szinten is, és mindenhol, ahol ezzel a kérdéssel elkezdenek foglalkozni, hogy alapvetően meg kell hozni egy olyan döntést, hogy oké, itt van ez a probléma, ez fontos, felismertem, és csinálni szeretnék vele valamit. És onnantól fogva, hogy ezt hogy milyen akciókba fordítom el, ez egy másik kérdés, hogy adott keretek között mire van lehetőség, de hogyha a cél ott lebeg a szemünk felett, akkor talán jobb irányba fogunk tudni tartani. Nem akarok nagyon hosszúra nyúlni, aki ismer, azt tudja, hogy napokat tudok beszélni a kérdéskörről, de alapvetően a nők igényeiből kiindulva az anyaság kérdéskörére reflektálnánk, akár úgy is, hogy szemléletformálási oldalról egy fenntartható társadalomban építenek a nőkre, a tehetségükre, a munkavállalóként elérhető keresetükre, a gazdaság motorjának tudják őket tekinteni, és látható egyébként a gazdasági válságból való kimenetek eredményeképpen azokban az országokban sikerült jól túllépni a 2008-as válságon, ami valódi gazdasági sokkot jelentett nagyon sok országban, ahol hangsúlyt fordítanak a nők gazdasági függetlenségére, tehetségének kiaknázására, részvételére, szolgáltatásokat biztosítanak annak érdekében, hogy a nők a munkaerőpiacon szerepet tudjanak vállalni, mert hiszen a teljes életcikluson keresztül a gondozási tevékenységek nem csak a gyermekgondozás, hanem természetesen az idős gondozás feladatai is a nőkre hárulnak, és akkor tudnak teljes értékű munkavállalók lenni, hogyha a gondozási tevékenységekben szolgáltatások állnak a rendelkezésükre, kiterjedt, jól működő, megfizethető és minőségi szolgáltatásokra van szükség. Azt gondolom, és egy ilyen együttműködés, ami egy ilyen térségi együttműködés, erre is gondolom, hogy figyelmet kell, hogy fordítson, hogy legyenek olyan szolgáltatások, amik egyébként munkahelyeket is biztosítanak. Abból indultunk ki, hogy nincsenek részmunkaidős munkavégzési lehetőségek, és ugye az atipikus munkavállalási formák azok, amikről gyakran úgy beszélünk, mint valami csodafegyverről, annak érdekében, hogy bővüljenek a nők foglalkoztatási lehetőségei, és nem vesszük észre, hogy mennyiféle a módon lehetséges egyébként atipikus módon foglalkoztatni. Még mindig az van a fejünkben, és ez megint csak egy szemléleti kérdés, vezetői kultúra kérdés, hogy hogyan viszonyulunk a rugalmassághoz, hogyan viszonyulunk az elvégzendő feladathoz. Hogyha az van a fejünkben, hogy szeretnénk egyelő esélyeket biztosítani minden potenciálisan szóba jöhető munkavállaló számára, mert azt gondoljuk, hogy függetlenül attól, hogy milyen testi állapotban van, ne talán tanít, vagy fogyatékos, vagy milyen nemhez tartozik, vagy milyen életkorú, az a fontos számomra, hogy el tudja látni azt az adott feladatot, természetesen nem mindenki tud mindent megoldani, de ha így tekintek arra, hogy a megfelelő embert keresem, és nincsenek prekoncepcióim arra nézve, hogy ki lesz, miért akarok, nem azt írom ki, hogy kizárólag férfi munkavállalót szeretnék, mert hogy azt gondolom, hogy ezt csak ő tudja az akármilyen feladatot elvégezni, hanem azt gondolom, hogy más is el tudja végezni, ha nyitva hagyom a kapukat. És ennek megfelelően nyitott vagyok arra, hogy a munkaszervezésem rugalmasabb tudjon lenni,
a feladatokra koncentrálunk, és a feladatokat el tudjuk végezni, akkor nagyon kreatívak tudnak lenni munkáltatók abból a szempontból, hogy is van a normál üzemmenet az adott munkahelyen. Hogyha arról van szó, hogy persze egy nyitvatartási időt produkálni kell, hogyha ez van a fókuszban, ennek ellenére meg lehet szervezni ezt a 16 órás nyitvatartást úgy, hogy a kecske és káposzta is jól lakjon, olyan munkavállalókat keresek, akik közösen jól ki tudják alakítani a munkaidő beosztását arra a 16 órára. De ha azt gondolom, hogy nekem az a vezetői stílusom, hogy majd én megmondom, hogy csak így lehet megoldani, egyféle módon lehet megoldani, akkor leszűkítem a potenciális munkavállalók körét, 2x8 órában akarom csak és kizárólag megoldani, és nem érdekel, hogy az adott munkavállalónak problematikus reggel 6-ra beérni, vagy oda kell érnie a gyerekéért, akkor leszűkíti azt a kört, akiből ő maga tud válogatni. Tehát hasonló érvekkel szoktunk a munkáltatókhoz fordulni, hogy valójában az ő számára a munkavállalókból való merítés lehetősége sokkal nagyobb tud lenni, hogyha nagyobb rugalmasságot tud kínálni a munkavállalóik irányába. És ezt hát hosszú távon tudjuk, hogy az a munkavállaló, aki érzi a bizalmat, érzi a megbecsülést, sokkal odaadóbban tud teljesíteni is. Tehát mindenképpen ez a munkavállalói elégedettség ugyancsak a gazdasági teljesítőképesség forrása, úgyhogy a munka és magánélet egyensúlyának a szem előtt tartását szoktuk minden vállalatnak figyelmébe ajánlani, és hát akkor nem beszéltünk arról, hogy mennyien szeretnének tármunkában dolgozni, és egy ilyen régióban, amilyen akár ez a térség, mennyire fontos lenne, hogy lehetséges legyen megszervezni úgy a munkát, hogy nem feltétlen csak az, hogy az a fajta távmunka, hogy otthonról bekapcsolom a számítógépet, és egész nap ott ülök, és nem mozdulok ki mellőle, és csak ezt csinálom, hanem részleges távmunka. Tehát ahogy felfogjuk az otipikus munka végzési formákat, mindig valamilyen kockában gondolkozunk megint. Ha részmunkára gondolunk, akkor csak a 4 órát tudjuk elképzelni a mindennapos bejárással. Ha távmunkában gondolkozunk, akkor megint csak abban tudunk gondolkozni, hogy otthon ül valaki, aki egyébként nem is feltétlen tudja, hogy hallottuk használni megfelelően a számítógépet, és majd ő egyedül megold, akkor megint arra egy csomó mindenki nem lesz alkalmas. Meg miért is jó neki egész nap 4 fal között lenni. Tehát azt gondoljuk, vagy azt szeretném mondani, hogy nagyon sokféle módon lehet egy munkát úgy megszervezni, és egyébként, amikor krízis helyzetek vannak, akkor a munkáltatói kreativitásot az egekig tud hágni. Például tavaly, amikor árvíz volt, akkor nagyon sok munkáltató hirtelen rájött arra, hogy lehet mégiscsak távmunkában dolgozni. Szóltak a munkavállalóiknak, hogy akkor most maradjanak nyugodtan otthon, be se tudtak volna jönni, és akkor delegálták, hazavitték azokat a feladatokat, amiket otthonról is meg lehetett oldani. Vagy teszem azt, hogy pénzügyi vezető, akinek soha nem engedték meg, hogy hazavigye a számlákat, vagy otthonról dolgozzon, lába tört, kénytelen volt otthon maradni, de közben végezni kellett a pénzügyi adminisztrációt. Mi történik, ha meg lehetett oldani, hogy otthonról felpolcolt lábbal dolgozzon hónapokon keresztül, tehát sokkal nagyobb lehetőség van a munkáltatói rugalmasságra, mint azt egyébként gondolnánk, és erre egyébként, hogyha itt olyan szerepben is ültök, hogy munkáltatók is vagytok, foglalkoztatók vagytok, akkor ez nagyon-nagyon fontos lehetőség, hogy gondoljuk át, hogy hányféle úton, módon lehet eredményt elérni, hogy jól esően tudjon az adott munkavállaló jól dolgozni. Hogyha végignézzük az atipikus foglalkoztatási formákat, akkor megvan mindenféle csoportosítása. Kizárólag a munkaidővel kapcsolatos atipizálás, illetve a munkavégzés helyével kapcsolatos rugalmasság az, ami a nőket jobban érinti. De valójában az összes atipikus munkavégzési forma, mert hogy ebből van jó sok, ez nőket és férfiakat is egyaránt érint. Nagyon fontos az, hogy olyan munkaszervezési megoldások lehessenek, amik a teljesítményt
tudják szolgálni azáltal, hogy megfelelő ember megfelelő helyre kerül, a lehetőség szerint a munkaszervezési megoldások optimálisak, és akkor nyilván akár egy közfoglalkoztatás is tud egy nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatássá válni, hogyha valaki a munkahelyén be tudja bizonyítani azt, hogy ő alkalmas, rátermet erre a feladatra, motivált, ehhez lehet megfelelő körülményeket teremteni, hogy lehetőség szerint ki tudja bontakoztatni a saját képességeit. Tehát azt gondolom, hogy lehet mindenben megtalálni a jót, meg az a lényeg, hogy emberi módon próbáljuk ezeket a lehetőségeket megszervezni. És hát milyen körülmények mentén, mitől függ az, hogy Magyarországon családbaráttá, anyabaráttá tudnak-e válni a szervezetek. Hát alapvetően én azt gondolom, hogy vezetői kultúra kérdése, szemlélet kérdése mindenképpen, és fontos az, hogy minél inkább a rátermettség tudjon dominálni az adott munkahelyen, mind a munkáltató, mind a munkavállaló részéről. Hogyha arról van az, hogy tartósan munkanélküli, vagy tartósan az állás piacon kívülreket célcsoportoknak segítünk, itt is kulcskérdés az, hogy az ő képességeikre építve, az ő autonómiájukat, tudatosságukat fejlesztve tudjuk őt felhozni egy olyan szintre, hogy lehetőleg ne élje meg kiszolgáltatottként a saját munkanélküli helyzetét, amit roppant nehéz, hogyha valakinek kenyérgondjai vannak. Ezzel együtt egy pozitív szemlélettel nagyon sokat tudnak a segítők is segíteni, hogy szükség van rá, hogy érték, hogy van lehetőség, a lehetőségeket lássuk benne, bármiről van szó. Jó, úgyhogy azt gondolom, hogy elég sok mindent elmondtam már ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos az, hogy az egész tevékenységünk egy kutatásokra épül, tehát amikor valamiről kezdünk akár egy cégen belül beszélni, akkor egy helyzetfelmérésből indulunk ki, illetve azt, hogy milyen instrumentumokkal tud egy vállalat segíteni általánosan, ezt 2009-ben csináltunk egy anyabarát vállalati gyakorlatok kutatást 33 nagy cég részvételével, illetve a témával foglalkozó szakértők részvételével, és akkor ennek alapján ezt a tipológiát határoztuk meg, és érdemes erre egy kicsit utalni, hogy mennyire tudatosak a nők és férfiak hátrányait illetően, és az erre vonatkozó megoldásokat illetően akár a munkáltatók, akár a társadalom. Na, hogyha azt mondjuk, hogy nincsenek különbségek, vagy mossuk ezeket a különbségeket, akkor valójában nem tudunk reális megoldásokat nyújtani, hogyha azt gondoljuk, hogy nem gördítünk akadályt, akkor valójában újra termeljük a hátrányokat. Tehát hátrányokat akkor lehet megszüntetni, oldani, hogyha rájuk látunk, és pozitív akciókkal megpróbáljuk a hátrányokat kompenzálni. Úgyhogy azok a vállalatok, amelyek nem ilyen cuki anyukákat segítek, mentalitással biztosítják a családbarátságot, hanem valóban komolyan veszik a női munkavállalóikat is, azok nagyon komolyan energiát képesek el befektetni, és tisztelet a kivételnek, vannak ilyen vállalatok, akik a gyes időszak alatt nem hagyják feltétlenül, hogy a munkavállalójuk teljes mértékben eltávolodjon a korábbi munkahelyétől, a korábbi feladataitól, képzésekre esetleg küldi akkor is, amikor otthon van a kicsi gyerkőccel, kapcsolatot tart vele, információt nyújt neki, mindaddig, amíg valaki otthon van. És ezek azok az apró gesztusok, amikre igen, szisztematikusan figyelmet kell fordítani egy cégen belül, de megtérülnek sokszorosan, mert biztosítják a gördülékeny visszatérést. Nem kell újra meg újra ezekkel a problémákkal megküzdeni, hogyha van egy folyamatosság. Persze ez nagyon könnyű egy nagy cég esetében, és egy stabil gazdálkodási környezetben, növekedési időszakban, ott, ahol a cégek stabilitása is megkérdőjelezhető, és nagyon nagy a munkavállalók kínálata,
ott sokkal nehezebb dolga van egy cégnek, de azt gondolom, hogy a proaktivitás, a felelős szemléletmód mind a munkáltató, mind a munkavállaló részéről nagyon fontos. Hozzánk akkor jönnek az anyukák, visszatéréskor, amikor már nagy a baj, amikor már rég a ház, amikor nem talán kétségbeesésükben jönnek. Mi azt szoktuk mondani nekik is, és a cégeknek is, hogy nem kell meglepődni, mert hogy ez egy teljesen természetes folyamat, hogy a kiesést azt valahogyan be kell pótolni, fel kell rá készülni, minél előbb készül valaki a visszatérésre, vagy egy cég minél hamarabb kezd el foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy vajon mit csináljon a kieső munkavállalóikkal, mennyire számít rájuk, hogyan kommunikálja feléjük, hogy mire számíthatnak. Ez sokkal nagyban tudja segíteni a visszatérést. Úgyhogy amit itt felsoroltam, ez egy komplex eszköztár, egy maximalista eszköztár arra nézve, hogy hogyan lehet biztosítani a nők munkaerőpiaci esélyeit a HR oldalon. Látható, hogy nagyon, nagyon sok szempontból nagyon sok mindent lehetne csinálni. A kutatásból 2009 óta meg kellene azt gondolom ismételni, mert akár a munkatörvénykönyve változása következtében, akár a munkahelyvédelmi akcióterv következtében történtek változások, nem beszélve a gazdasági körülményektől, változásától, de nagyon sokféle területen vannak lehetségesek beavatkozási pontok, és egy valamit magára adó HR szervezet már, ahol van ilyen, ezekre a szempontokra ügyel, és fejleszti a saját tevékenységeit ennek mentén. De nem győzöm eleget ismételni, hogy a legfontosabb dolgok fejben dőlnek el. Köszönöm szépen!